Most vagyok. Folytassuk a Clash ellen játékot. De úgy gondoltam, hogy már eléggé régen volt. Így gondoltam, hogy csöppenjünk is bele a legvégébe. Nem a legvégébe, hanem a közepébe. Le egy cseszládánk. Ami eléggé jó lootokat adott, ahogy én ellátom. Please, mi van? Igen, volt Attilával szemben nekem meccsem, csak az, hogy is mondják, kicsit szivacs volt, mert most nem mondtam, de Attila neve, de Attila, nem baj. Volt vele egy meccsem, ami azt jelenti, hogy egy kávé félbe tart szarrávet, vagy kell így mondani magyarul, így tudom, szarrávet. De meg hármas nekem kell, tizapogrom. Nem tudom felemelni véletlenül. 6x220. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Megint nem fog menni, nem baj, ezt még talán nem kerül. Inkább játszunk. Inkább játszunk, mert most kapok egy faszt. Mert mindig kell sok. Van a Péter 34-es trófea szint, tökéletes, Antonio nincs klánya, tökéletes. Üdvözöljük is őt eléggé szép meglátogatásival. Egy gyors fivérezés és egy gyors fivérezéssel, olalá fivérezéssel, mondom olalá fivérezéssel. Hát próbálgatna valamit, csak nem annyira sikerülgetne. Ó, de én már nem, hogy ilyenkor persze mindegyik tud támadni, mert miért is ne. Jó magyar, jó magyar, jó magyar sertéshús, az hát jó magyar sertéshús, ja. Az csaló semmi, nem mondom pusztul, pusztulsz, nem pusztulsz. De miért kell mindig ennyi, kell magyar sem most. Gyerünk, 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 most. Tudom most jelent, hogy oltán nagy baklövés, de úgy vele nem baj. Ez, mert ezt lehet, hogy a szedni elvileg jól tudom a tökéletes, jól tudtam. Jön a királylónk, aminek én pokolja nem tudok, jön nem tudok örülni. Mert azt jelenti, hogy én most nagyon-nagyon szarba vagyok. Mert az azt jelenti, hogy a beép dolgot azt mondom, hogy ki kéne pusztítani abban a jó bizonyos sárga földből is, mert most kurva a vacs meg a minipákkát most így. Jövök a minipek, jövök a minipek, gyerünk, gyerünk, gyerünk. Mondom. Minipekka is vál, mondom, Valkyrie. Thank you. Nem? Új, de szépen. Akartam most itt lemondani. Jaj, de szépet akartam most. Hát igen, minipekka az akarsz a gyümölcsét. Alá, light. Igen, volt egy minipack, de csak volt. Igen, volt jó parasztosan volt. Az volt. És egy régi parasztosan volt. Az mégiscsak volt. Diri dadam. Diri dadam. Nézzük Pekka. Ezt nem tudom, hogy fog fülösszetni, tudtam, jól éreztem, hogy valami nem fog stimmelni nálam. Valkyrinek a Skype emlő szomorú számára fakereszt van. De miért kell mindig akkor behozni ezt a szart? Na most egy kérdésért most már egy kicsit kezdek kurvára érdekes lenni. Hogy miért kell mindig engemet... He, drág barátom, te most puszuljál már innen, mert... Gyerekek, három trófa, tökéletes. Ami egyszer mondom nektek, hogy legalább délőtt próbáltam volna lesz feltétlenül nektek egy olyan 20 perces videót nagyjából. Nem mondom, csak közben alakulás van, alakulási van. 185 tökéletes, arany két gems, két loot, két 9 loot elsőnő, skeleton 13, és a Thompsonnak 3. Hát nem, Golden Edges nem, na nézzük. Ez mi a gyász? Jó, hogy meg tudjuk nézni, hogy ki mit csinál. Ja.
Halló, most mit csináltam? Ja, nem baj, legalább egy jó végjátás. Nézhettek meg, gyerekek. Attila és Renard el. Mi a két? Ilyen. Valkyrie ellen bejött Baby Dragon, ami számunkra nem is egy, számára nem is egy rossz. A minipack az rámegy a... Minden, ami az a várára. Ó, oh, ho-ho, barbár. Barbárok is vannak. Goblinszok, Bomber Dragon, egy haver. A 3-7 szintű goblin... Spell Goblin, ez megy. Ez mi is lenne? Ez Pekka lenne? Nem Pekka. Új lepén majdnem mondtam, mi a retek az. Az pedig elég erős szerkentyű, mert elég erős szerkentyű. Nem tudom, akkor a fazonnak mi a neved, azt mondom, hogy erős ellenfél. Meg 7-es szintű bomba. Egy balon szendítor 2-es szinttel afelé, egy ön... Egy nem tudom mit... Milyen idézőkör mágiát használ. Károm, 7-es szintű Spell Goblins, Bomber és... Muskétás 5-es szinten próbál. Hát eddig Attila jobban áll, nagyon is jobban áll. Ez nem élő, csak mondom, mert lejátszott meccsek. Lecs. Az a szintű minipekkel, hát drág barátom, neked nem szükség van, maximum az első spákörével van, amivel van is esélyed, igen. Elő és azt kilövik. Kb. Úgy vagy, úgy vannak. Ez mit csinál, ez nem normális. Jézusom, ez most... Renard, sejted, az... Jaj, én látom, hogy miket tudok. Aha. Hát... mi is az? Barbár, barbár ellen? Hát igen, azért lennek a barbár egy kicsit 8-as szinten jobbak, a lovasai, a malacos malusza is, a valkyri és a musikidás és a bomber és szarrá fogja venni Renardot. Kicsit eléggé durván szarrá fogja verni. Júj! Kicsit nagyon brutálisan szarrá fogja őket verni. Hát igen. Remélem az idő, ez elég egy szép volt. Ez nagyon szép volt. Három trófeát megnyertem. Attila, tökéletes. Ott van Attila neked. Ennyi, mert ez egy... Igen, vissza kellett nézni vissza át. Hát ez vicces kategória volt. Én voltam én, ő meg ő. Hát ez nem vicces kategória volt. Ezt szerintem az, amikor ezt a kettőt itt kirakom. Ja, megpróbáltam egy stratégiát megcsinálni, hogy lesz meg azt mind a két oldalát, de nem sok esélyem volt, mert kurva nem sok esélyem volt. Ez egy fél percen is tartott, vagyok úgy. Hogy jól emlékszem. Lálkodott egy kicsit szétbombáztam. De Gyland az úgy ment is, meg a hát egy hatos szintű Valkyrie, kettes szintű Vígy, 7-es szintű csontok, 7-es szintű csontig. Nyilván ezt próbáló oszlopra adni, de nem sok esély van rám. Itt csinálj meg a fő csatabáromat, itt követtem ezt egy pokolnagy hibát, hogy a ezt, az a ezt nem ide tettem, hanem ide próbáltam, de hogy minden... Nem. Most mi van? Most már is tudom, mit csináltam. Tehát egy 5-ös szinten ilyen Spear Goblin-t csinálót. Én egy minipekkával próbáltam harcolni ellenük, nem sok sikerrel szerintem, mert pokra nem sok sikerrel, mert letettek, kicsit nagyon így durván. Mondtam, hogy a kacsához tudtam menni, 5-ös szintű Gianttal támadt rám. Hát igen, mint a Miskolc lenne a Giant, én meg előnép Budapestre kb. 6 órakor menni. Hát a Giannak kb. Úgy nagyon jó kis esélye van, mert kb. Úgy semmit nem tudtam tenni ellene, hogy úgy szarra ne verje, mert meg semmit. Hát igen, így kereken így nagyobb egy perc alatt szarra vele a szép kifejezését. Hát köszönöm szépen, hogy megnéztétek videóimat, én most egy ilyen gyors kis áttapot szeretem volna kicsit mutatni. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek videómat, tetszett, lájkoljátok, valamint azért persze diszlájkoljátok, kommenteljetek, ha tetszettek a sok hülyeség, baromságban mindent mondok, iratkozzatok fel, és persze hozzátok is, mert minél többen legyünk. Sziasztok, szép délután kívánok nektek, sziasztok!